A minták soha nem mennek ki a divatból, de hogy mit mivel párosítsunk, ebben Pereskei Zsuzsa stylist segít nekünk. Jó reggelt! Talpig mintán. Igen, azt nézze, hogy minden, ami mintán nem lehet, az minden rajta. Virág, terepminta és még a farmer is, ez ilyen márványos. Igen, felhőcskés. Az is színe? Igen. Az a lila. Még ide. Passzol. És mégis megvan az egység. Mi a titka annak, hogy ne nézzünk ki bohócnak, hogyha mintákat páros keverünk egymással? Amit kimondtál, az egység, a harmónia. Hát de ez honnan tudja, nem? Hogy nem stylist? Tehát, hogy ez nem ugyanaz. Tehát, hogy nem biztos nekem ugyanaz a harmónia, mint neked. Nagyon sokat lehet tanulni egyébként a divattervezőktől, meg a kifutóktól. Tehát, hogyha valaki ezt el akarja sajátítani, meg fejlődni szeretne benne, akkor én javaslom, hogy a kifutókat nézegesse. Most tele van. A divattervezők sokkal extrémekben mennek ki, tehát akár 4-5 mintát is párosítanak, azért ez az utcán nem veszik át az igen, emberek. Igen, ez lehet, hogy csak a kifutón mutat úgy, jó megvilágítása, jó sminke, jó hajjal, az utcán azért mondjuk 2-3 minta? Pontosan. Tökéletesen tudod. Mit csinálják egyszer, ennyire érzem a divatot. 2 minta az ugye standard, az lehet egy totál véletlen is, tehát egy belenyúlok a szekrénybe és az akad a kezembe. A 3 már az látszik, hogy valami tudatosság van benne, ahhoz kell már ízlés vagy átgondolás, hogy mit mivel. De hála Isten, most ugye ez a mintakeverítés, az megint egy ilyen divatszabály felrugása. Egy csomó divatszabály volt, ami így a utóbbi időkben igen, állandóan. Látjuk közben a képeket igen. A kifutón is, hogy tényleg a csíkos. Na például itt a csíkos ing. Én nagyon szeretem a csíkos inget, én általában egyszínűvel hordom, de hát most azt is lehet például virágokkal, vagy mi? Azzal a legjobb szerintem. Csíkos virágokkal? Csíkos virágokkal. És ez, hogy például mennyire vékony csíkos, vagy vastag csíkos, vagy a virágok színe mennyire harmonizál a csíkokéval, ezt itt mi a? Mi a jó? Tehát ugye a kifutókon nem számít, mert minden modell vékony, de ugye a civil életben nem mindenki vékony, úgyhogy nem mindegy, hogy milyen vastag vagy milyen nagy mintát használunk. Tehát akinek nem vékony a testalkat, az annak oda kell figyelni, hogy minél kisebb minta, annál kevésbé nagyít téged az a minta, és minél nagyobb, az ki fogja hangsúlyozni azt a területet. Uh-huh. Úgyhogy erre figyelni kell, de az a szabály, hogy minél kisebb mintát használunk, vagy minél jobban kétszínű, tehát mondjuk fekete-fehér, és minél kevésbé színesebb, annál kevésbé kövérít az a minta. De ettől függetlenül bátran lehet kombinálni, én ahogy járom a boltokat, tele vannak a boltok, és a próbababák is így vannak felöltöztetve, tehát irányítva van az ember erre a kombinációra, hogy kombinálja a színeket, meg a most csak mintát. Nőkről beszéltek, ugye? Tehát a férfiakra ez mind nem illik. Hogy direkt beraktam olyan képeket egyébként, ami a férfiakra is ugyanígy jellemző, tehát ami én például nem ők csíkos párti, tehát hogy lehetne velem megszerettetni a csíkosat mondjuk? Hát ha nem szereted, akkor sehogy, szerintem. De akkor próbálkozz mással egyébként. Tehát akár színekkel is nagyon jól áll ez az ing neked. Tehát akár köszönöm szépen. Már az is egy nagy fejlődés, elkezdünk színnel hordani. Aha. Tehát hogy szerintem már az is fejlődés, hogy egy férfi ma Magyarországon színeket hord. És mennyire bátrak a magyarországi férfiak, mit látsz? Nem nagyon. Nem nagyon. Hát, mitől lennénk bátrak? Hát igen, nincs mindenkinek egy Zsuzsa stylist barátnője, vagy barátja, megkérdezi, azt mondom, hogy figyelj, ez most szerinted jól fog rajtam állni? Hogy kimegyek, azt mondják, ú, de baromi ronda, vagy ú, de baromi jó, és akkor hordom, nem? Hát ez hogy megy? Hát igen, szerintem érdemes az első köröket egy stylisttal megfuttatni, ez a személy stylingnak a lényege, uh-huh. Aki megmondja, hogy a testalkatodnak és a színednek megfelelően mi áll jól. És ott vele összerakni egy alapruhatárat, és ha megvan ez a magabiztosság, akkor utána már könnyen válogat az ember. Tehát az alapokat érdemes egy szakemberrel lerakni. Mi a helyzet az anyagokkal? Itt is gondolom alakfüggő is, hogy egy szatén anyagot, vagy egy ilyen, nem tudom én, lembászon, ami most nyáron kényelmes is, könnyű is, de közben, tehát hogy itt is már jobban párosítják, nem tudom én, a sejem kombinét a lembászonadrággal. Van ilyen? Egyáltalán. Hát ez a trend most nem arról szól, hogy anyag-anyaggal, hanem ez most a mintával. Uh-huh. Úgyhogy, és rengeteg minta van bent, most bent van a csíkos, a kockás, a kárpit minta, most bent van ez a virág az mindig visszajön, úgyhogy bent van ez a japán vonal, ez az ázsiai vonal, bent van a pöttyös. Úgyhogy ez arról szól, az anyaga szerintem nem annyira érdekesebb uh-huh. a témában, inkább az a kihívás, hogy a mintákat, hogy rakod egymás mellé. Na hát akkor legyünk bátrak. És pedig jöjjön a tűsarok.